Kihaltak a horvát szerb határmentén található erdőd utcái. A késő délutáni órákban csupán néhány gyerek focizott az iskola udvarán, idős asszonyok siettek a templomba. Az erdődi járásban mintegy 400 magyar él. Magyar Oktatási Intézmény híján a gyerekek csupán a jelenleg is felújítás alatt álló Petőfi Sándor Magyar Kultúra Egyesületben tanulhatnak a magyar történelemről, és itt ismerhetik meg a hagyományokat. Van két táncsoportunk, az ifjúsági és a gyermek táncsoport. ugyanis valamikor, mikor kezdtük 2000-ben, akkor csak egy táncsoportunk volt, de hát az évek során most már azok, a, akik valamikor táncoltak, most már azoknak a gyerekei táncolnak a kis táncsoportba. Van tambora zenekarunk, a táncsoportot kísérik. A helyiek szőlészetből és földművelésből élnek, és bíznak az idegenforgalom fellendülésében is. Erdőd látványossága a dombtetőn álló 15. századbeli téglából épült vár. Bukováron még látszanak a 90-es években zajlott háború nyomai. Akkor sokan elmenekültek, már a mindössze 347 magyar maradt a 30 ezeres településen. A nyáron átadott Vukovári Magyarházban változatos programok szervezésével próbálják összetartani az itt élő magyarokat nem is vagyunk annyian, hogy lehetne egy iskola, vagy óvoda, vagy pedig, hogy hát magyar nyelven, ugye, hogy tudnánk többet beszélni. De ezt mind bepótoljuk az Egyesületen belül, ahol vannak klubnapjaink, vannak anyanyelvoktatással foglalkozunk, gyermekeket, felnőtteket tanítunk újra, hogy a magyar szó előjöjjön. Az 50 éve vegyes házasságban élő Ilonka néni aktív szerepet a közösségben. Megtanultam az édesanyámtól mind a magyar ételeket, és amit kell magyarul megcsinálni, magyar ételt, azt én csinálom. De mindig muszáj olyan csípős, erős lenni. A Vukovári Magyarok Egyesületének elnöke elmondta, a településen élő nemzeti kisebbségek közül a magyar közösség a legaktívabb. A város vezetősége minden támogatást megad nekik.